A nagy hőségben sokan döntenek úgy, még hétköznap is, hogy inkább a vízpart mellett töltik a napjukat. A szálkai strand is a fürdőzők egyik népszerű helyszíne. Van, aki azt mondja, nyáron legalább hetente egyszer ellátogat a vízpartra. Jó a környezet, gyönyörű a strand, büfé, megfelelő minden, nincsenek olyan sokan, mint Domboriba, és jó minden, mi megfelelő. Ahogy eddig, a jövőben sem szerveznek rendezvényt a vízparton. A településen a környezet szépségére és a természet adta lehetőségekre alapoznak. Az elmúlt időszakban mégis több olyan téves információ is terjedt a strandról, melyeknek egyáltalán nem volt igazság alapja, mondja a polgármester. Külön le akarjuk betonozni az egész strandot. Például, hát ez abszurd. Mi, aki a környezetre vigyázunk, és aki a település édelátokat, az a környezetről beszél állandóan, hogy milyen szép, meg milyen rendben van. Ugye Virágos Magyarország első díjat is nyertünk, és akkor most azt mondják, hogy akarjuk betonozni a strandot. És akkor ezt főrekek a Facebookra, és hát ez sajnos néhány ember erre, de fel is ül. Úgyhogy ezek ilyen tévinformációk, mit cáfoljuk. Szeptember 1-től több fejlesztés is kezdetét veszi a szálkai strandon. Ennek részét képezi többek között a partvédelem. Ahol ilyen akácfacölöpök lesznek leverve, és természetközeli megoldás fog megvalósulni. Ezen lesz egy deszkaterítés, amire majd le lehet ülni, és be lehet lógatni a lábunkat a vízbe. Ezen kívül 2500 köbméter homok lesz beszorva a területre, és ezzel hát tulajdonképpen pontos az iszapozás ellen fogunk tenni, hogy az keményebb legyen az alja, és te legyen iszapos. A harmadik, a bejárók lesznek teljesen kicserélve, és ilyen rozsdamentes bejárók fognak lenni a strand területére. Pálffy János hozzátette, hogy a beruházások célja továbbra is a környezet védelme és a természet közeliség megtartása.